A mi témánk az erő. Az erőt két részre osztottuk, a testi és a lelki erőre. A lelki erőt a mindennapokban tudjuk érzékelni, legfőképpen az értékeink mellett való kiállásban, ugye ilyen például a hitünk is, illetve a nehézségek idején ez főleg ugye nagyon nagy segítség, amit az Úrtól kapunk. A Brenner Jánost azért találtuk erősnek, mert ő nehéz időkben is vállalta a papságot, és nem lehetett eltántorítani. A kiállítás anyagából erősnek találtuk még Szent II. János pápát, mert a koncentrációs tábor után és a meghurcoltatások idején is pápává tudott válni, valamint a merénylet után ő maradt önmagához és megbocsátott merénylőt. Ilyeneknek találtuk még a szüleimet is, meg így általában a szülőket is, mert mi nálunk például 4 gyereket felneveltek, és ezért ez sok erővel jár mentálisan is, meg fizikailag. Még a történelemben Szent István királyunk, aki az országunkba hozta a kereszténységet, és nagyon sok, de értelmet nyerő véres harc által meg is alapította, és stabilá tette a kereszténységet országunkban. A saját életében is vannak olyan helyzetek, amikor az erőt gyakorolnunk kell. Nekem például ilyen volt ez, amikor el kellett döntenem, hogy mit fogok tanulni majd az érettségi után, és először nagyon nehéz volt az, hogy sok időt kellett erre szánnom, és sok energiámat elvitt el, holott közben az érettségre is kellett volna készülnöm. Utána azonban, amikor már el tudtam határozni, akkor az volt még egy kicsit nehéz, hogy ki is tartsak emellett a döntés mellett, holott sokan kritizálták, de végül úgy érzem megérte. Illetve még ilyen helyzet, amikor fel kell vállalnunk a hitünket, mondjuk egy osztályban, vagy egy olyan helyzetben, amikor nem hívőkkel vagyunk.